A húsimádoknak a kedvenc zenekara Against the Current. Ilyen ekkora pókjaink vannak, itt így valahol megbújva. Én egyébként rettenetes módon utálom a pókokat. És még a terikékről is beszéltünk. De azokat legalább annyira nem utálom. A terikék egyébként a büdös bogarak. És a régi új nézőknek mondjuk az elmúlt egy évben érkezőknek. Igen. Mutatom, hogy ezek a pókok, amikor úgy gondolják, hogy ők megiramodnak, akkor a gepárnak a végsebességével képesek elindulni. Tehát, hogy attól te nem menekülsz meg, az 100%. Tehát, hogy az meg akar fogni, az megfog. Az utolér, és megbasz. Én mondjuk azt mondtam volna, hogy megesz, de jó a megbasz is, csak... Tehát, hogy én gyűlölöm a pókokat, és ehhez akkor nem kurva mind. Így megöl vagy megbasz. Nem jó. Hát, nem mind. Figyelj, ha már választani kell, előbb öljön meg. Utána már fel azt csinál, amit akar, de... Igen. De érted, nem mindegy a sorrend. Haddal. Hét. Hét? Mi a gen... Ugye? Fever? Írtatok volna még legalább egyet hozzá, basszak, azt lett volna nagy lemez. Igen. Ezt meg úgyis lebassza majd a YouTube. Na. Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Mind a ketten eléggé kedveljük az Against the Current zenei munkásságát. A Chrissit főleg. Főleg igen, a Chrissi Constanzát, és úgy gondoltuk még valamikor tavaly augusztusban, hogy megsasoljuk a legújabb EP-t, igen. Vagy megepekedjük. Azóta tologatjuk, egy 4 hónap. Igen, mindig az volt, hogy mindig volt más, meg sürgősebb. És most, hogy így egy kicsi üres járat van így az év elején, de ez is csak péntekig tart, mert akkor jön egy 6 nagy lemez, amivel foglalkozni kéne, zárójel bezárva. Akkor úgy gondoltuk, hogy neki megyünk a Fevernek, amíg 7 dal tartalmaz. A kolléga nagyon jól elmondta, hogy egyet írtak volna rá, még lett volna nagy lemezünk. Tehát, hogy és akkor nem kéne itt elbasznunk rá 35 percet, de hát mindegy. Miért nem úgy 35 perc? Tudja tököm mennyi. Tehát, nem, szerintem annyi nem lesz. Mindegy, essünk is neki minél előbb, annál jobb, nem? Essünk is neki. Parancsolj. De ezeket már ismerjük a felét, bazzanák. Tényleg? That won't save, azt is ismerjük, persze. Yeah. Egész eddig innen gondolkoztam a mai nap, hogy honnan, beugrott reggel, hogy that won't save us. És egész eddig ezzel gondolkoztam, hogy honnan van ezek első dalak, nagyon szépen köszönöm. Ja, na, tessék. Segítünk, ahol tudunk. De szerintem már többit is láttuk egyébként. De tényleg? De nem tudom, nézzük meg, majd eldől. Ha a felénél abba hagyjuk, akkor látjuk. Igen, egyébként. Akkor már mindegy. Sú! Nagyon jó. Starring Chrissi Constanza, itt meg is áttörtént. That won't save us. Fog egy ilyen. De legalább van benne már torzított gitár. Meg hol volt? Hát az... Ha sokat hozzátesz a zeneiségéhez. Nem, ő tesz hozzá a zeneiséghez is. Nem, ő nem a zeneiséghez. De ahhoz is. Jó, ahhoz is. Hát milyen hangja van meg egyedek? Igen. Igen, mégiscsak hallottam már. Persze, hogy hallottam. Fél éve hallottuk ezt a dalt, én kb. Akkor raktam listára először. De milyen érdekes, ők is visszamennek a rokkosodás felé, az Avril is visszajött egy jó kis pop-punk dallal. Mindenki meglátta, hogy nincs Paramore. Mi tartott ezt a fázis késésen 10 évben, bazd meg, tehát hogy... Már milyen 10 évben? Na jó, akkor... Hát, 8. Ja, 13-as lemeznek, vegyük a Paramore-t a rokkosnak, aztán igen. A Hard Times lemez, bármennyire jó is az a dal, meg egy-két dal még jó, ne nevezzük rock lemeznek, mert nem az. Igen.
Tehát az a visszatért Paramore esetében körülbelül annyira eufémikus, mint azt mondja, hogy Queen jazzre mondjuk, hogy rock lemez, érted? Vagy Hot Space-re. Hot Space. Az. Tudod, mit nem értek az ilyen zenekarok esetében? Van. Na mindjárt. Az az, tép a saját fejemet, ez az. De mi már ne kelljen ahhoz. Sőt, egy banánnal még csinál. Jó, mindegy. Egy banánnal még ezt csinálnád, akkor biztos, hogy... Nem vagyunk tervezett. Nem, azt nem értem az ilyen zenekarok esetében, hogy amikor rohadtul látszik az, hogy mennyire élvezik, mikor tényleg valami pörgősebbet, valami rockosabbat, valami punkosabbat, valami kicsit keményebbet játszanak, akkor utána miért kell még a lemezre 10 másik? Tehát, hogy amikor ennyire látszik, hogy, és ez nem csak ennél a zenekarnál, ez egy csomó zenekarnál van. Például a Papa Roach. Ugye az utolsó lemezen, mikor volt az a másfél perces rohanás, és kurvára látszik az, hogy a Jacobiék mennyire élvezik ezt, és utána megjön izé 10 olyan dal, hogy... Vagy a... Vagy a Last Resortnak a Guitar Center-es, Guitar Gramofos eleje, amikor bejöttek úgy, mint valami 80-as évek elejé speed trash metal zenekar, tartott egy 10 másodpercig, aztán a valamelyik Ródi így beszólt a Jacobi fülére, hogy kilóg a fanször, gyorsan tömköd vissza. Jaj, bocs, és akkor így come alive in the pace, és visszanyaklottak a dalnak az eredeti ilyen nyekegős-mekegős tempójára. Tony Palermo, a kurva anyád. Ja, egyébként, ha már csaj, meg rockolás, a Marosi Boton, tudod, mit küldött tegnap? Mit? Nem láttam még. Made in Page Festival, Sniff Fiction volt fellépve. Igen? Na! Élőben is csúnya muzsikálás megy ott, nagyon. Hoppa, el kell jutnunk egy Sniff Fiction-re. Le a kalpaggal. Megnézzük. A bőgő, meg a dob, meg a gitár, meg az éne, minden helyén volt. Nagyon jó. Végre van egy jó lányzenekar Magyarországon. Hát csókoltatjuk a Dorotit! Nem, igazából a... Fú, mi a faszom volt? A Cherry Bomb, ja, amiben a Máté Évi játszott, azt hiszem a Tiszai Vivi, a Máté Évi, aki most rockfotóskodik, ő gitározott benne, de úgy, hogy igazából így magam mellé tettem a seggemet, miközben... Kíváncsi voltam, hogy jössz el, ha bármi tettél. Akármilyet magam mellé tehetném, mert lepadlóztam attól, hogy ez a hölgy gitározik. És nagyon reméltem egyébként, hogy ő lesz a Dorothy új gitáros, amikor is kerestek, de végül nem. Hmm. Mert ő az, nem ismerek sok hölgy gitáros Magyarországon, de ő rá régóta azt mondom, hogy ahogy játszik, az azt a kurva élet. Uh-huh. Ahogy ja, kinéz, az ugyancsak, tehát dekoratív, jól játszik, hát a magyar hölgy Vörös Attila lényegében konkrétan, mert dekoratív megjelenéstől a profi játékig minden ott van, de a Sniff Fiction-ös hölgyeknél is egyébként. Nagyon jó. Úgyhogy. Nézzük, csak egy pár másodperces videókat küldött a Boton, de... Belenézek. Jól emlékszem, a Marosi Boti volt, igen. Köszönjük szépen egyébként Botonnak. Zsizsizsi. Menjünk kövdalra? Ha menjünk a kövdalra, akkor na. Weapon. Letál a weapon. Ja, hogy akkor ez így viszi tovább a sztorit? Júj, de jó. Koncepciőz! Júj, de jó! Koncepciőz! De akkor a hangzást is vigyük tovább. Léci.
Meg a rucit. De kösz! A haját mondjuk lehet, hogy szexuálisan, akár is jó. Kösz! Édes jó Istenem! És egy pörgős refrén, könyörgöm. Yeah! Megjöttünk! Fúj, de jó gondol ez az Against the Current, bassza meg! Korrekt, úri hölgy! Na, az meg a másik. Valaki szóljon már dobos kollégán, refrénnél nyugodtan lehet a crash-t is ütni. Kollega úr nagy szakértője ennek a vonalnak. Mármint a szólásnak. Igen. Nagyon jól tudok szólni. Hiába. Azt hittem szentszerizem. De csak egy templom kulcs. Kézmodellt keresünk, a tévébe kéne tapsolni, és idáig. Ki jött, elvitte a kulcsot, azt visszameri. Eddig konkrétan hibátlan ez az EP. Ám legyen. Ez konkrétan hibátlan eddig. Megnézzük, hogy kitart ez a tendencia. Igen, igen. Jaj, de szép gyöny. Feed Guardian. Ki ez a Guardian? De jön a kulcs tovább. Jaj, valaki azt mondta, ne féljünk a kamerába nézni. Azt kommentelték, úgyhogy csak nézzük a videót. Ebben amúgy igazuk van. Sokszor el... Hiába csináljuk meg több mint 3 éve, azért mindig valamilyen szinten... Nem tudom. Meg a másik az, hogy... Beszélgetünk, igen, tehát, ez a műsorformátum, hogy egymással beszélgetünk. Valamilyen szinte hozzátok is, de főként egymással, tehát igyekszünk többet egyébként, igen. Igen. És nem titeket akarunk kirekeszteni, mert akkor ugye nem kapcsolnánk be a kamerát, persze, hanem
szimplán ez ilyen belső dolog, hogy, hogy ahhoz, akihez beszélsz, aki itt van, arra, arra figyelsz. Tehát most ez ilyen. Egyébként megtaláltam Crash-t az úriember a refrénbe, csak mondom, tehát... De ha az EP harmadára megdél van. Így. Így kell. Hányszor jött be azon a szajtón meg? Sokszor. Autotune-nal elfogadhatóvá varázsoltak, valószínűleg ő akkor a mostani trendnek a gyermeke. Micsoda dob munka van, mi? Csókolom! Ja. Na, Alice Manny tükörvilág. Ha ennek a videónak fővettük ezt a, az epe kedvet, akkor elviszem ezt a laptopot ezzel a pár videóval, vagy bokorba kicsit. Jó. Félre vonulok. Vonuljál félre. Félre vonulok. Na nézzük. Jump. Jó, ez lesz az utolsó, aminek klipje is van, sajnos. Igen. De hát jumpoljunk. Aztán már csak három év oda ficcentett dal lesz a végén. Oda ficcenő. Ja. Na, bejött a tükörvilágba, drága Chris Sink. De szép akkordfogás, gyönyörű. És nincs vége. Érted? Tehát, hogy... A következő is jó, és az is jó, és ez is jó, és... Kabazd meg! Ez egyébként szerintem a kezdő dalóta a legjobb befélni. A Weapon az annyira nem, de a többi három az nálam nagyon át, nagyon eltalált. Refrén ügyileg. De dal ügyileg szerintem eddig mind jó. Be free.
Milyen lépő volt ez? Azért csótány roppantó. Mocskos mód jó eddig. Bizony. Shutter. Innentől már. Ez már csak vizuálva. Igen. De sok bulletet hallgathattak, mert Fever az LP cím és Shutter a dal cím. Tehát... Ugye? Amúgy... Ez lesz a lassú dal akkor ezek szerint. És nincsenek túl nyújtva a dalok. Ugye 3 perc körül is. Igen. Jó, hát akkor ez loopol van. Okay. És milyen könnyen ugrik, érted? A magasra. Nagyon jó énekes. És érzi a dobos kolléga, és a hol kell visszavenni. Nagyon szép a dobalás alatt, igen. Meg hogy pontosan. Hova kell ride-ot használni. Ez nekem a vesszőparipán, de tökéletes. Akkor zárt látszik van amúgy, de... De. Megy mögötte. Itt van ti. Olyan zárt, mint a... Olyan zárt, mint a izébe volt a... Duty, hogy többe, rá. De... Nem. Na jó, ezt majd még vissza... Már még meghallgatjuk, de szerintem az right volt. Ja. Jó van. Jó van. Na még 2 dal van hátra, elvileg már azokban is csak lángoló ajtó lesz, úgyhogy... Burn it down! Na hát... Na ez az, amit nem szeretek dalokban. Mi? Ez a tátö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 t
szeretem. Ez a Coldplay-től a Clocks volt valahogy, aztán azóta már összes alter pangdal. De a Clocks még jó volt. Jó, de a klasszik Coldplay jó, na. Még szerintem a mostaniak sem rosszak, mert más. Amikor én 2014-ben először találkoztam velük a mi a faszomon? Melyik volt az a Music FM-en? Ja, igen. Ahol a izé van, ez a
az a szerepelős rádió, nem vagy az volt? Nem az volt az? És én nem hittem el, hogy ez ugyanazok, akik letették pár éve a Koxot. Már ugye 10 éve, 10-20 éve a Koxot. Igen. De akkor még csak 10 éve kb. De tényleg, tényleg. Bocsánat. Ja igen, nem, nem hittem el szóval sem. A Head Full of Stars című dal volt, ha jól emlékszem, az volt a... De én azt hiszem, nem tudom, én szeretem a izének a Chrisnak, vagy hogy hívják? Martinnak a hangját. Chris Martin, na csak összehoztam, bazd meg. Azt hiszem, hogy a izéve Cameron Diaz-zal volt. Tudj el azt is akkor. A Diaz-zal volt Cameronban? Ja. Az jó. Vizuat vettem? Nekik nem kell. Nem kell vizuat. Ja igen, mert a Cameron Diaz az ősatot, meg mi az állampolgárnak, hogy én belehagyom. Beugaszhat bármikor. Fúj, de rossz. Hát jó, hogy nem bossz van a Diaz, hanem. Jó, rossz. Viszont Dominika Diaz lehetne, mert az legalább jó hangzik. Meg ott jó a szívem. Burn it down. Na jó van. Mindenhonnan átkötünk, hogy legyen a Legends Rahéz. Azért már kezdem gáznak érezni, lassan 4 éves lemezre verjük, de mindegy. De ha jó. Lullaby, na akkor ez lesz a lassú. 3:38. Jó van. Just another lullaby. Nagyon szép. Kíváncsi, hogy a fő kezdte táncolni, de nem. Egyébként, ha nagyon szép lullabyt akartok, akkor az Acres-től a lullabyt kell meghallgatni, és gyönyörű. Vagy... az M. I. Garth-tól. Vagy. Debütlemezről. És nem lassú. Kolléga megindult, jó van. Ő nem használja ennyire. A radiátort lerugod. Mindent lerugsz be ezen, nem tud a lábadat be nyugton hagyni. Elnézést kívánok, na. Nem zavar, csak amikor így valacsonyan repítok a radiátorok, meg a világítótest, akkor így elgondolkozok azon, hogy... De az nem repít. Azt te rúgtad le. Jelzem a lásson, tehát, igen. Hogy... De ugyanúgy megijedtem. Jó. Szép. Na. Te itt volt! Ide kellett volna nyomni. Igen. Most nem tudom fejből, hogy 2 vagy 3 lemeze van az Agénzükren, vagy nekik csak egy, nem tudom, mindegy. De azt tudom, hogy ez az EP, ez nálam magasan a legjobb kiadványuk jelenleg. Tehát, hogy... Na jó, ez a dal. Ez is nagyon jó. Igen. És elmeséltek egy sztorit a videókkal, és nagyjából össze vannak kötve a dalok, tehát hogy... Mondjuk a teljes kép érdekében... Teljes? Nézzük meg, igen, hogy mióta a... vizuális élmény nem ér fel az audióhoz, az ott a kicsit csapat az érdeklődő. Jó, hát de most... Amióta Miss Constanza eltűnt így a kijelzőkről, azóta lelkesedésem alá hagyott.
Figyelj, most ez olyan, mióta a Playboy helyett a napi horgászt veszem, nehezebben áll föl. Tehát most ez tök egyértelmű volt, tehát hogy... Szexi amúr! Főleg amit tátja is. Na, de nem ezt, tehát... Teenager lamúr! A horgász, a magyar horgászi pornó magazin tele van teenager lamúrral! Pontja, hogy ön szereti. Fúj, de rossz! Kislányom, vedd ki a harcsavaróidat! Itt basztam tarkon az egészet. Jó! Vége van a Fever LP-nek az Against the Current-től. Azt kell mondjuk! Ez a legjobb kiadvány eddig a srácoktól. Igen. Egyértelmű. A legrokkosabb is és a legjobb is nálam. Úgyhogy megérte 3-4 hónapra lefagyasztani, és az, hogy nem dobtuk ki az ablakon, hogy jó, akkor ezt engedjük el, mert nagyon nagy kár lett volna, és tényleg olyan gitár... Én mondogattam mindig. A gitármunka az talán annyira nem volt, bár ahogy néztem a Ferrótól azért lelesett egy pár ilyen bővített, szűkített. Inkább gitározzon, mint énekeljen azért. Igen. A dob az rendkívül. Rendványosan volt, és igen. Nagyon rend. Igen, és hát a Chrissy meg... Hát ő meg a Chrissy, hát tehát ő igazából meg... így nem... Ő egy unikális, csodálatos... Csodáltuk az EP-t, igen. Finom női hölgy. Korrektúri hölgy. Az is. Tudom, hölgy. Igen. Minden. Úgyhogy, ő minden. Úgyhogy nagyon ki. És most, hogy így ezt végére értünk, igazából tényleg azt mondanám, hogy kár, hogy nem lett ezen még két jó dal, és akkor tényleg egy lemezről beszélhettünk volna. Mert akkor fiatalembernél lehet, hogy a tavalyi listán találkoztatok is volna vele. Még az sem kizárt. Még az sem. De hát sem. Ugye már kizárt, mert már vége van. Akkor átfogalmazom, az se lett volna kizárt. De már az. Na jó van. Az se lett volna kizárt, de végül nem. Igen. Ahogy szoktam mondani, de végül nem. De nem. Ez a fél mondat, hogy de végül nem, ez ami... Mindennek a végére odarakható. Majd próbáljátok ki, de végül nem. Ez a csoda mondat. De végül nem? Gyásznak. De végül nem? Igen. Na, srácok, lányok, ennyik lettünk volna mára. Egy rendkívül színvonalas és király EP-vel. Ha velünk hallgattátok, mondjátok el, mit szóltok hozzá. Ha nem, akkor is. Legközelebb meg majd talán jövünk. Írjál, iratkozzá, de végül nem? Kecseg. Sziasztok. De végül nem? Valamelyik este ment a tévében a Janklovicsnak az a mikor pincérkedett. Uh-huh. Az megvan? Megvan a... Na, nem szeretem a Janklovicsnak nem a... baj, ezt imádni fogod. Munkásságát per humorát annyira. Ezt megmondom nagyon imádni szinte. Fogod. Srácok, ha tudjátok, miről van szó, hatalmas pacsi, legközelebb jövünk. De végül nem? De mindig jövünk. Nincs olyan, hogy nem. Szevasztok. Sziasztok. Az mi a kurva anyám? Hát az egy akkora pókháló, mint Bongólia, bazd meg. Hát hülye. Hát itt a... Hány jurtát tudnék abból készíteni? Egyébként azt elmondanám itt mindenkinek, hogy motoros fűkaszával kaszáld le. Kaszálja a egyébként faszom. Meg az hogy... is lekaszálhatod felem. Figyelj, valamit nem akarsz abban a légkondicionátorból meleget fuvatni? Hát ez csak a... hogy tök komolyan kérdezem, hogy nem akarsz-e? Én akarnék, csak nem csinálja. De ne kérdezd meg, hogy ő csinálja-e! Te akarjad, sajtold ki belőle, légy szívesen. Meghalok. A fagyban. He. Hát nem lett jobb. Hozzátenném, hogy a zenekar, akik itt vannak, ketten légkondiszereléssel foglalkoznak a háromból, tehát hogy... De nekünk minden alkalommal a herénkhez fagy a lőcsünk konkrétan. De ez konkrétan olyan, mint a izéni, mint az ezermesternél, hogy kérem kopogjon, mert rossz a csengő. Tehát ez pont ugyanolyan. Egyébként ez a mondat, ez a végül nem, ez tudod, hova használható leginkább? Bárhova, most mondtad. De tudod, hogy leginkább hova használható? Na. Azt mondták, mindenhova jó lesz.
De végül nem.